gyerekek úgy általánosságba véve a tanév során nagyon-nagyon sokat ülnek az iskolapadba. Fontosnak tartom azt, hogy mozogjanak, hogy a szabadban legyenek, és kiadják magukból az ilyen felesleges, felgyülemlett energiákat. Nagyon fontos az, hogy itt egy jó élményt kapjanak a gyerekek, és a fejlődésük mellett jól is érezzék magukat, és hogy úgy menjenek el pénteken délután a táborba, hogy fú, ez egy jó kis nyári program volt. Én most a negyedik Logisco táboromba jöttem, eddig a négy, amiben voltam, az egy a Lego Vidu, a Minecraft Pro, és amiben most vagyok, az UpCamp. A legjobban tetszett az, hogy a Minecraft Pro, meg eddig az UpCamp, mert az applikációkat vagy az alkalmazások, amit csinálok, elég érdekesek, meg az összetételük is. Voltam két éve, akkor Minecraftozni. Most alkalmazásfejlesztésen vagyok itt. Megtanuljuk, hogy lehet egy alkalmazást fejleszteni, meg szórakozunk, meg jól érezzük magunkat. De hát azt szeretem benne, hogy megtanulok új dolgot, amivel még az életbe kezdhetek is valamit. Igazából nagyon szeretem a programozást, majd ebbe is akarok tovább tanulni, vagyis így igazából minden programozás érdekel. Például olyan programokat írunk, amivel játékot tudunk előidézni. A SchoolCause program segítségével tudunk programozni. Jelenleg két kurzus viszek, az egyik a Kodu 3D programozás, a másik pedig a Kultusz videóvágás. Kodunál főként ugye egyéni feladataink vannak, itt mindenki magának alakítja ki azt a kis világot, amit szeretne, itt ugye főleg a kreativitás az, ami fejlődik. A Kultusznál pedig ugye főleg a csapatmunkák azok, amik fontosak, így mindig kooperálniuk kell. Nekem nagyon emlékezetesek egyébként, nem csak a táborok, de az órák is. Mindig vannak különböző kedves történetek, amiket szívesen mesélek el otthon is, és ez is az, ami itt tart a Logiscoolban. Mi kodozunk, a Kodu pedig egy olyan program, hogy pályákat építünk, és azonkon kell végigmenni. Valószínűleg jövök majd még. Ha felnőtt leszek, programozó leszek és színész. És azt mondta az Évi, a oktatón, hogy a világ első programozója nő volt, és mellette színész. És én ezt nem is tudtam, és pont így döntöttem, hogy ez leszek. Hát nagyon jó itt a hangulat, és még itt nagyon sok mindent szeretek csinálni. Programozni lehet, meg építeni. Tulajdonképpen itt minden a kedvencem. Még fogok jönni Logiscool táborba, és még sok mindent szeretnék programozni. Én azt gondolom, hogy bármennyire is tanulunk a táborban, játék közben is lehet tanulni, és azt a szabad program közben is lehet tanulni. Inkább több legyen a játék, mint a tanulás, mert azért ez mégiscsak nyár, és mégiscsak nyaralásról beszélünk, de inkább túlsóba kerüljön az, ami a gyereknek tényleg igazán ezt a szabadságot és élményt ad.